Sziasztok, Kömkel vagyok. Gyorsan tennék pár megjegyzést, mielőtt meghallgatjátok ezt az adást. Amit itt hallotok, az a Szemle után került felvételre elsősorban nekem emlékeztetőül az írásos anyaghoz egyfajta ilyen memóriafogas, de úgy gondoltam, ha már felmondom egyszer ezt a szöveget, akkor igyekszem úgy csinálni, hogy ezt fel tudjam használni egyfajta ilyen mini podcastként. Ezért nem mondok olyan konkrétumokat, ami alapján bárkit vagy az ingatlant be lehetne azonosítani, tehát ezért egy kicsit személytelen és távolságtartónak hat az egész, legalábbis számomra így utólag visszahallgatva. A Szemle során készült fotók és mérési eredmények ezek nem lesznek publikusak, a megrendelőre tartoznak, illetve van amelyikből készül majd egy-egy blog bejegyzés, ahol autóban vezetés közben történik ez a rögzítés. Figyelnem kell közben a forgalomra, ezért a gyakori szóismétlések, makogások, azok elsősorban ennek tudhatóak be. Higgyétek el, a való életben azért tudok összefüggeni és értelmesen is beszélni. Teljesen felesleges tehát kötözködni és nyelvtannáciskodni, ezt tudom nyújtani pasiként, holott elvileg mi nem tudunk kétfelé koncentrálni. Az elhangzott anyagokban előfordulhatnak matematikai hibák, mert vezetés közben fejben számolva próbálok osztani, szorozni, átváltani, és hát ez nem mindig sikerül. Ezeket aztán az írásos anyagba pontosítani szoktam utána. A forgalom és a vezetés, valamint a navigáció hangjai néha zavaróan beleszűrődnek ezekbe a monológokba. Sajnos valamikor ezzel nem tudok utómunkával sem javítani, ezért elnézést. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel mindenhová, ahol jelen vagyok. És akkor nézzük, hogy mit láttam ezúttal. A házszemle során egy 2010-ben felújított régi házat néztem meg. Úgy kell elképzelni a házat, hogy mondjuk egy 10x10-es, nagyjából egy 10x10-es kádárkocka, egyébként nincs akkora, de mindegy, és ennek a fele úgy alápincézve, hogy az gyakorlatilag inkább egy ilyen szúterén szint, de majdnem földszint szint, mert hogy annyira lejt a terep, és ennek a kádárkockának még a tetőtere be volt építve. És mindezt 2010-ben újították fel. Külsőre egyébként egész jól néz ki, meg szép burkolatok, meg egyebek. Kívülről hőszigetelve van, gázkazán, elég jól kiépített fűtési rendszer egyébként, tehát radiátorok és padlófűtés. Hiányolok hidrováltót, meg ilyesmiket, de ezek ilyen apróbb javítható dolgok. Ami elsőre feltűnt, az az, hogy a műanyag erkélyajtó a kádárkocka földszintjén gyakorlatilag az ujjam kifér az alsó harmadánál, ugyanis a parkettát a helyiségben azt fényre merőlegesen rakták, tehát ebből a szempontból jól, viszont raktak oda egy szegélyt, egy mini szegélyt, ami eltartotta a műanyag ajtót, és szépen addig-addig erőltették, amíg a műanyag ajtó megvetemedett, és ott szépen az embernek az ujja befér. És nem is lehet helyére rugdosni az ajtót, hogy az utána normálisan légtömören záródjon. Slusszpoén előre szaladva egy kicsit, hogy a szuterén földszinten is ugyanez a másik erkélyajtóval, ugyanezt megcsinálták, tehát ugyanúgy nem záródik. Kádárkocka födémje az fafödém, és ennek a tetőterét építették be száraz padlós technológiával. A válaszfalak azok mindenhol gipszkartonosak, fa szerkezettel, egy réteg gipszkartonnal, tehát a hangátlás az gyakorlatilag nulla a helységek között. Ami nagyobb probléma viszont ennél is, hogy a válaszfalban lévő igencsak porzós üveggyapott paplan az nem volt párazárással lezárva, tehát amikor szuszog az épület, tehát tételezzük fel, hogy a hálószobába kinyitják az ablakot, becsukják a szobaajtót, ilyenkor értelemszerűen kialakul egy légnyomás különbség a helyiségek között, főleg ha fúj a szél. És ilyenkor így ezek a ilyen kritikus pontokon a levegő azt tudja mozgatni ezt a hőszigetelést, ezáltal a kőzetgyapotnak a pora az megtalálja szépen a réseket, akár egy konnektornál, akár egy lámpakiállásnál, különböző illesztési meg átfúrási pontokon, és a belső légtérben lengedező gyapott por az gyerekeknél, illetve idősaknál asztmát okoz, hát nálunk felnőtteknél csak simán irritálja a szemet meg a légutakat.
Aztán találtunk egy olyan parketta szakaszt, ahol a gyerek lépőkéjével le volt takarva, ahol ki volt vágva a parketta, és föl volt vésve a beton, és vissza volt betonozva. Én kapásból azt mondtam, hogy biztos vagyok benne, hogy a fűtési rendszer eresztett nekik, valahogy csőtörésük volt. Erről nem volt egyáltalán infónk, és akkor az ingatlanos úriember felhívta a tulajdonos, hogy ez mi a fene volt, ugyanis a nedvességmérőm nekem még elég komoly nedvességtartamat mutatott, ami azt jelentette, hogy fél évnél korábbi ez a bontás, mert fél év alatt azért általában kiszáradnak az ilyen javítások. És akkor kiderült, hogy hát igen, ők is a fűtéssőre gyanakodtak, ettől körülbelül egy másfél méter ott volt a fűtés osztógyűjtő, tehát teljesen jogosan lehetett gyanakodni arra, hogy a fűtéssel volt probléma, meg arra vezetett a radiátornak a nyomvonala, legalábbis feltételezhetően, mert az a legrövidebb nyomvonala mellette lévő szobának a radiátorához. És ők is erre gyanakodtak, fölbontották, de kiderült, hogy nem az, és vízbeállásnak a KPL csövének a műanyag idoma szivárgott a falnak a másik oldalán, az nedvesítette, tehát elkezdett nekik a parketta nedvesedni, meg puposodni, így jöttek rá, hogy van valahol valami szivárgás, és mivel hogy ott jelentkezett azon a ponton, ahol fölbontották a betont, ezért gondolom nem volt műszeres vizsgálat, és ott kezdték el a bontást, nem ott volt a fal másik oldalán, mindegy, kijavították, emiatt volt megbontva egyébként a gipszkarton falszerkezet, emiatt láttam, hogy kétszer egy réteg, bár egyébként ezt kopogtatással is gyönyörűen lehet hallani, és ebből láttam, hogy nincsen párazárás, csak az egyik oldalon van egy nejlonfólia, valamint ez a porzós üveggyapot. A tetőtérben, a lépcsőnél, feljárónál gyönyörűen ilyen raster-szerűen látszódtak a gipszkarton falban lévő bordák, ugyanis itt ilyen előtétfalszerűen csináltak egy gipszkartonozást, ami viszont már fémprofil szerkezetes. Másik oldalon, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy kuckót gyakorlatilag a tetőből ilyen előtétfallal elkerítettek, és ez a kuckó, ez egy fémprofil szerkezetű egy oldalról gipszkartonozott előtétfal, és a gipszkarton profilok közé berakták az 5 centi hőszigetelést, és úgy gondolták, hogy ez elég, és a gipszkarton fém profilnak maga a fém profil, az gyakorlatilag a fűtetlen padlástérrel érintkezik, tehát a másik oldalon ez egy igen komoly hőhítként jelentkezett, ami nem penészedett nekik, hanem a fém profilváz miatt ki tudott csapódni annyi nedvesség, ami megkötötte a port. És gyönyörűen látszódik, ez a búvótér az megközelíthető volt, mert ilyen raktárnak használták, vagy használják, és itt látszódott, hogy milyen a tetőnek a hőszigetelése, milyen a padlásfödém, illetve itt padlásfödém egyébként milyen a födém hőszigetelése, milyen a előtét falak hőszigetelése. Tehát mindebből igazából az jött ki, hogy 2010-ben ezt a házat hát nem a legprofibb módon újították fel, és akkor még enyhe és finom voltam. Kémény mellett leázás tapasztalható, látszik a leázásnyom, stb. Pince földszinten gyönyörűen, tehát ez úgy nézett ki, hogy nincs összekötve a két lakórész, a földszinti lakórész is egy különálló lakrész, mármint a pince földszinti, meg a kádárkocka annak a tetőterével együtt, és nincs átmenő lépcső a két épületrész között. Pince földszinti rész is teljesen fel volt újítva, egyébként tök korrekten, tehát nem vizesedett, nem volt semmilyen ilyen látható, meg mérhető nyoma az egésznek. Tehát ezzel különösebb probléma nem volt. A gázfogyasztása az egész Hobelevansznak az 2000 köbméter gáz. Ezt elmondta a tulajdonos is, és én látni lehet a gázórán is, hogy tényleg ennyi. Ami egyébként egy kicsit sok. Épület összalapterületéhez képest úgy, hogy gyakorlatilag három fűtött szint van egymás fölött, vagy egy kicsit eltolva, és nincsen benne semmi olyan kiugró, lapos tető, meg egyebek, ahhoz képest azért a 2000 köbméter egy kicsit. Pláne úgy, hogy a fűtési rendszer egyébként megkorszerű. Aztán kint a hátsó kertbe kimentünk, és úgy kíváncsiságból ránéztem a hőkamerával az épületre. A kopogtatás alapján azt mondtam, hogy a kádárkockának a földszinti része, tehát ami az utca felé néz, ott nem lett dűbelezve a homlokzati hőszigetelés, mert teljesen más hangja van akkor, ha dűbelezve van,
A hátsó részt, ami gyakorlatilag a hátsó kert felül nézve kétszintes, azt viszont már dűbelezték, de meglepő módon a dűbelek kirajzolódnak teljesen a hőkamerával, úgyhogy este 7:30 körül voltunk, 4:30, 7:30 körül, és 27 fok van, és ma nem volt ilyen atomtűző nap, hogy teljesen fölmelegítse, meg akkor sem szabadna ennyire látnom dűbeleket a nemes vakolaton, meg mindenen keresztül. Ez arra utalhat, hogy pogácsással lett felragasztva a hőszigetelés, tehát mögötte azért mozog a levegő, és gyakorlatilag ez okozhatja azt, hogy a dűbelek ennyire kirajzolódnak. Az épületen mégis az volt a legfőbb probléma, hogy vásárlói igények alapján valahogy össze kellene kötni a két szintet, és ez úgy lett elképzelve, hogy egyik verzióban mind a két résznek a nappaliából indulna egy lépcső, tehát nagyon sok teret veszítenénk a viszonylag pici alapterületből azért, hogy kialakuljon egy összekötő lépcső. Kiderült, hogy födém miatt fizikailag lehetetlen, ugyanis a födémezés, tehát a födémgerendáknak az irány az pont ellentétes azzal, ahogy egy, mondjuk azt, hogy viszonylag helytakarékosan ki lehetett volna alakítani a lépcsőt. Tehát az összes gerendát elvágta volna a födém, a lépcsőnek a lyukja, tehát ez fizikálisan teljesen lehetetlen. Egy jó alakú lépcsőt lehetett volna berakni utcával párhuzamosan, viszont a főfal fesztávok azok 3.30 meg 3.40, most egy normális lépcső, ami U-alakú, és így szint, tehát normális fellépése meg egyebekkel bír, az 2.50-be nagyon csücskösen fér bele, inkább 2.70 hossz, és hát az a 2x90 centi szélesség. Teljesen keresztbe vágta volna a fönti, úgy néz ki, hogy az utca felé konyha, étkező és nappali. Tehát ezt ebből a térből egy rohadt nagy darabot kiharapott volna, míg ha egy hosszanti lépcsőt sikerül berakni a szomszéd felőli oldalra, akkor gyakorlatilag egy ilyen 90 centis sáv hiányzott volna csak a nappaliból, az is rohadtul hiányzott volna, de azt legalább valamilyen szinten lehetne kezelni. És akkor a hölgynek az volt még a másik ötlete, hogy mi lenne, ha azt mondtam, hogy a fele volt csak alápincézve a kádárkockának, hogyha az alápincézetlen részre csinálunk, tehát alásunk gyakorlatilag a földszintes résznek, és akkor ott kötődik össze egy lépcsővel. Na most ennek iszonyatosan sok műszaki akadálya van. Az egyik az az, hogy gyakorlatilag a teljes fűtési rendszert mind a két szinten totálisan kiütné, tehát a csövezéseket, mindent, úgyhogy mindent bontani kellene. Mind a két szinten kiütné a vizes blokkokat, azt is teljesen át kéne építeni. És ami a fő probléma, hogy a alápincézett rész alapozásáig le kellene szakaszosan alapozni a meglévő földszinti résznek az alapozását. A mostani alapozás az ilyen lépcsőzetesen van kialakítva, illetve így kell, hogy kialakítva legyen. Tehát a földszinti résznek nem 80 centis 1 méteres alapozása van, hanem körülbelül 2 méteres, mert a méter hosszon a körülbelül 50 centis ugrás, ami a rézsű hajlásszög miatt a maximum, az körülbelül ezt adja ki. De az még mindig azt jelenti, hogy ilyen másfél-kettő méter mélyre még alá kell alapozni szakaszosan elalakban azt az érintett falszakaszt végig. Úgyhogy eleve körülbelül 2 méterről indulsz. Egyrészt ezt fizikailag hogy valósítod meg? Kiásol 2 métert az épületen belül, az alatt még a meglévő alapozás alá szakaszosan alásol még másfél métert, amit betonnal szépen szakaszosan, tehát egy méteres szakaszokba ezt kitöltögeted. Tehát ez már eleve egy olyan valóságot meghazudtoló, csak papíron létező elképzelés, hogy ez elképesztő. És akkor, ha mindez megvan, akkor tudnál csinálni a lépcsőháznak egy beton kubatúrát gyakorlatilag, mint egy liftaknát, ami teljesen független minden szerkezettől, mert hogy a vízszigetelést majd ezen fogod tudni megcsinálni. És akkor mindezt hozd össze a meglévő szerkezetekkel, ráadásul ennek a kádárkockás épületnek a egy helye meg lehetett, tehát rá tudtam nézni, nagyon erősen kőbeton a lábazata, meg valószínűleg az alapozása is, tehát egyáltalán nem exakt, hogy az ott olyan minőségű betonból legyen, hogy még nekem pluszban megerősíteni még az alapozást is. És akkor arról beszélünk, hogy egy 2010-ben, tehát egy 12 éve felújított épületet gyakorlatilag furra szétvertél.
Tehát ha ez 40 millióba megállna, akkor rohadtul meg lennék lepődve. És találjál hozzá szakembert, aki meg is csinálja, be is vállalja, meg is csinálja, és várt ki ennek a sorát, illetve az idejét. Azt nem mondtam az elején, ez egy ilyen olyan ikerház, ami külön telken van, külön helyezési számmal, de közös fala van a szomszéddal. Tehát egymás mellé van építve ez a két kádárkocka. Na most a másik oldala, tehát ez volt a jobb oldali épület, a másik oldala az egy full lepusztult másolata ennek, vagy hát verziója ennek. Tehát sokkal jobban megérné egy olyan lepusztultat megvenni, ha lehetne választani, mert értelemszerűen sokkal kevesebbért adják, és nem vérzik a szíved szétverni egy 10 éve felújított épületet. Ami még így az ingatlanos úr részéről teljesen jogosan felmerült, hogy mi van akkor, ha csinálunk egy külső lépcsőházat. Na most a külső lépcsőház az meg lett volna már csinálva, ha lehetséges lenne, tehát a beépítési százalék megengedné. Budapest egy nívós kerületéről beszélünk, és értelemszerűen az ingatlan értéke drasztikusan nőne egy olyan lépcsőházzal, ami ha jogszerűen megvalósítható lenne, mert egyszerűen a két épületrészt összeköti, és sokkal használhatóbbá teszi az egészet. A külső lépcsőház az lakóépület bővítésnek minősül, beleszámít a beépítési százalékba, engedélyköteles, stb. Ha nem lehetséges a beépítési százalék miatt, akkor nem lehet megcsinálni. Ha valaki mégis megcsinálja, akkor az épület onnantól kezdve nem hitelezhető, csak KP-svevők tudják megvásárolni, és nem is tudsz rá felvenni te sem semmiféle jelzálog hitelt, hiszen az értékvesztés során ki fog bukni, hogy a térkép máshol nem stimmel a valósággal. És akkor erre lehet azt mondani, hogy hát oké, eltelik 10 év, és majd 10 év után legalizálódik. Nem legalizálódik, most már nem legalizálódik 10 év után, hanem 10 év után nem tudják elbontani, vagy elbontatni veled, szerzett jog címén ott maradhat. Viszont nem kerülhet rá térképmásolatra. Tehát kapsz egy fennmaradási engedélyt rá, de nem kerül rá térképmásolatra, és a banknak az számít, hogy a térképmásolaton mi van. Tehát hiába lobogtatod a fennmaradási engedélyedet, kitörölheted el a seggedet. Ami még egy ilyen szürkezónás kiskapus megoldás lehet, hogy téli kert nem minősül engedélyköteles bővítésnek, és ha abban van egy lépcsőház, ami a teraszt összeköti, mert hogy a téli kert kétszintes, hát Istenem. Egy ilyen dologban esetleg lehetne gondolkodni, ha egyébként az épület megfelelő lenne. Ami probléma nekem egy kicsit, hogy ahová el lehet helyezni ezt a téli kertet, az vagy a nappalinak foglalja el a felét, mind a két szinten, vagy pedig mind a két szinten egy-egy hálószobát köt össze. Oké, a kilátás az nem annyira mérvadó, meg azt el lehet engedni, de például a benapozottságát, meg mindenét a háznak gyakorlatilag leharmadolja. Annak ellenére, hogy téli kert üvegszerkezetről beszélünk, de a természetes fény, meg a szellőztetés még mindent megakadályoz. Tehát a 330 széles nappaliból lenne egy olyan 160 széles sáv, ami a lépcsőház téli kert, meg lenne egy 160 olyan sáv, ami megmaradna gyakorlatilag effektíve a nappalinak a külső határoló falának. Tehát egy kicsit ez ilyen nagyon megerőszakolt, meg nagyon erőltetett. De ettől függetlenül egyébként az ingatlanosnak ez egy viszonylag jó ötlete volt. Más vevőjelöltnek valószínűleg ez egy jó felkínált opció lehet, hogyha ha itt akar megöregedni gyakorlatilag ezen a részen, ezen a lokáción.